Hívják a kutyát? Molly. Jó, ja, az lány. Ja. Ezt hittem fiú. De nem is néztem, hogy van-e neki, vagy nincs. Na, várjál, Molly. Add ide a mi ez? Koronalabda, vagy mi ez? Koronalabda. Dobom. Koronavírus. Féltület. Dobom. Miért féltület? Miért féltület? Valahogy te negatív vagy neki. Félebüle. Ki? Ez a kutya? Miért fél? De dehogy fél tőle. Miért fél tőle? Hát biztos észrevette, hogy nem szabad kiállnom, és akkor kutya is gondolja, hogy nekünk nem szabad. Na. Dobom. Ez van. Egész évre. Annyira örülök, hogy lejöttetek. Helyek kell csinálni a kutyának helyet. Na nincs már, ó, de kár. A légkutya. Én nem tudom valami, hogy volt egy helyét, hogy csináljunk. Hopp. Hopp. Futás! Istennél. Élek a mértelem. De ilyen jó tud apportírozni, nem semmi. Amputírozni? Apportírozni! Szia! Na, sziasztok! Üdvözlök mindenkit Merchingbü, az egy település Mering mellett. Jó ismerősök, vagyunk. Szia, Sipi Eszti! Ja, hát egy spontán összegyövetel. Jó, most nem piálásról szól az egész. Nem, de nyomassa a sört. Várjál, dobom a kutyának. Ne sörtölődjél. Most nem piálásról szól az egész. Ezt most megnézik az izé a... Az buli magyarok? Mi a fac? El kell keserítselek, mert ez... Ott van benne. El kell keserítselek, mert a YouTube-ra töltöm. Ó, na jó. Ne, csinálj egy izét, felvételt, te itt ilyen. Ne, ott a kutyával kezdtem. Jó, de utána leviszik a kutyákat, és utána... Nem, ott... Jaj, akarom majd a kutyát, hogy... Én nem bírom ki, a tónál. Kutyával. Nekem ez... Na. Mindig buli volt. Ott van benne a büttőben. Visszük a kutyákat! Visszük a kutyákat! Sétálni. Úgy hívják, hogy kidől, mint a... Nem tudom mit. Várjál, hogy olvassa az újságot. Ricsi kutyát sétáltat. Most szagulja a terepét, de valahogy nem akar még pisilni, mert még nincs olyan szag, hogy oda pisiljon. Inkább egy tovább. Ő nem pisilötte vissza. A kutya az igen. Na most lehet, hogy ráda mégsem. Nem érzem, hogy pisilni is most semmi már. Gyönyültem. Ha akarjátok, kivel? Akkor itt van. Ott is van már valami patak, de szuper. Elengedtük a kutyákat. Na, szabad, szabadon mászkálhatna. Most itt van egy ilyen patak. Gyertek, szíle, mi lehet? Futás! Akkor én most pisil, hagyjam békén. Vá, de vagány! Azt a, de ez nagyon jó hely. Vigyázz, már ugrik is bele. Figyelj, plecs! Ezerrel. Nem, semmi. Ezeknek mindegy, hogy hideg a víz, vagy nem. Nem hittétek el? De milyen jó kis patak ez itt. Nyílt, szeret. Hogy több időtök lenne, vagy akár el is mehetünk. Innen odáig. Hol, a másik oldalon? Aha. Aha, és ott mi van? Ott is. Kurva szép. Bocsánat. Nem, minket csonyáról beszélünk néha.
Nagyon szép helyek vannak. Egyed a füvet? A füle Müle eszi a füvet, mert sokat pisilt a házba. Meg a másik, hogy jaj, csak vigyázz, mert ezt nagyon ki a kutya. Jaj, köszönöm szépen. Megrázza magát aztán. Vizes élmények lesznek. Igen, hát ez muszáj. Csak táncos Adrien, vigyázzál, mert ha ez a kutya kimegy a vízbe, ő nagyon rázkódni akkor fog. Akkor szaladnom kell. Akkor szaladni, akkor jön messze, mert hát ők rázkódni szoktak, hogy kimenjen a sok víz a szőrükből, mert hát ők szőrösek nagyon. Csupa pacsmagok leszünk. Jaja, több úrvasan közeledik. Ja, ha akartok, akkor mehetünk másik felére is. Megnézhessük. Most szagulja a füvet. Tök jó ez a kis patak. Te már nem iszik, te az ő szaglászik. Jó szagú a víz. De a kutyáknak szerintem, a víz. Szerintem miért szeretek itt lakni? Víz is van szag, úgyhogy. Ezért szeretek itt lakni. 200 méter. Rögtön a természet, ha? Amikor a gyerekeim kicsik voltak, akkor itt fülöttek benne. Hát itt eddig bokáig ér, tök jó. Hát most mindegy. Nem meg, de milyen jó, figyeld, ott áll benne a kutya. Móni, te tiszta. Na, Móni. Ricsi meg a Móni. Menjünk tovább? Lehetünk, persze. Körbenézhetünk még, én veszem. Hasít szabad, hogy... De olyan természetes az egész, olyan szép. Hasít szabad, hogy akár nevegyünk. Ez jó is, hogy fölveszem, ez megint egy... Megint egy különleges videó, Ricsi. Rock, mi? Gyere. Egy új grill helyet mutat meg. Grill helyet? Hú, várja, de hát, lelocsol a kutya. Lehetne grillezni, de még soha nem csinálta senki itt a faluba. Szia! Hogy nézel ki? Hát csupa víz vagy már. Egy csupa víz vagy. Jó, mehetünk fel a másik lédőt. Hú! Pacsmagos! Eredjünk! Menekülés van. Menekülés van. Jó, ez most nem soká az összes körzetet összevizesi. Azt hiszem. Itt elöntések lesznek. Meg lóg a cigi a szájából. Katasztrófa riasztást. Cunami lesz Merchingben. Na jó, azért nem akarom, hogy összecsatangoljon a kutya most. Csupa víz. Nagy, nézd az hosszú szőre. Újjajjaj, hát... Elbújok meg egy kívül. Ó, Ricsi! Vigyázzat! Action! A szemék felére fogy, veszük. Ez itt a zöldülés. Ez ilyen extra zöld videó lesz. Kutyáka. Ott van valami pad is a másik oldalon. Jó. Kemény. Ott is potatlan. Ja, gondolom. Ott is potatlan. És itt mindenhol potatlan. Mindenhol potatlan. Mindenhol csak víz van. Rosszabb, mint Velence. Jön egy autó. Hogy? Hát ugye, hogy az estei hangulatot. Már megint hörög, mint a kismalac. Kutya. A Fülemile, igen. A Fülemile az nagyon pörgős. Belelépek a vízbe. Ja, jó. Faluszéli idill. Á, itt van, ezt fel kell vegyem. Itt is magyar tadik csinálni, még olyan asztal is van. Az egész egy nagy kőből. Hát itt tök jó, nincs egy deka autó se, itt a falu szélén. Nézd, milyen szép most a naplemente. Faszárnyas. Jó helyen laktok, na. Hát persze.
Persze, hogy nem vágysz, nem tudom milyen nem másik helyre. Nem is kell? Nem mondta senki, hogy menjél vissza. Mohácsi voltál, akkor ismertél. Mohácsot is azért szeretem, mert jó helyen lakunk, ott olyan jó csönd van. De én nekem nincs kedvem, még egyszer megvan. Nem is kell? Ugye, Ricsi? Nem. Nem jó a zsongás. Hát én is voltam Augsburg belvárosában kb. Egy évet. És akkor persze mindig a harangzúgás, meg a nyíjó, nyíjó, nyíjó. Ja, a tetűtete, mint rendőrautó, a templomok harangoztak, 10 templom harangozott egyszerre. Fúj, kacsák, libák. Ahol először laktam, az pont a templom mellett volt. Az faszom. Vasárnap kurvára aludtam volna. Nem lehet aludni. Nem. Bimbam, bimbam, igen. Hát igen, ismerős. Nem haragudjál, bazd meg. Komolyan mondom, lelövöm, bazd meg. Lelövöm azt. Most kezdődik a harangfika. Igen. Na, itt van egy új híd. Megint egy híd. Meg még egy híd. Gyere. Több híd van, mint Budapesten. Roki fél, kutyákok. Nem, nem, most nagyon. Ja, mert ez ilyen vasas szart sütető. Ezt nem szeretik a kutyák, ezt a vasas szart. Hát ők szerintem megszokták már, nem? Úgy beleszorul. Ja, ja, persze. A pattancsuk. Ja, meg lehet szokni, de hát fének, mert hát azt hiszik, hogy lobilis. Nézd, nézd, Ricsi. Talaj van. És ez egy víz. Hát, egy patak, bocs. Patakocska, szép patakocska. Új. Jaj, ne! Kutyába beleakadok itt. Beleakad a kutya a kutyába. Mit csináltok, kutyákok? Húzzátok a pórázt. Ne, kaki, pisi, mi van? Mi van itt a másik oldalon? Vécézés. Ártér. Ugye nem, nem úgy néz ki, mint hogy vécézni kéne neki, de hát... Azért érzezi a kis ártér, meg családi házak. De semmi extra. Egy nagy kutya, a kis kutya, egy csipi eszti. De arra megyünk visszafelé. Jó. Gyere. Jó kis vizé, patakocska ez. Érdekes az itt a leg. De jó. Bizony. Bizony. Hát azért mink is el vagyunk itt. Hát Németországban élő magyarok. Hát mink is itten. Nem panaszkodunk. Nem, hát minek? Itt legalább van víz. Itt van víz. Víz, így van. Van. Mi ott, ahol víz van, ott élet van. Szó szerint. Így van. Gyere. Gyere. Ja, nem. Megállt, és ő most... Hűvös. Nem nagyon akar, mert... Mondom, hogy érdekes neki a talaj a lábának. Gyere, kom, kom. Jaj, szegény. Aha. De azért a bizalom megvan, úgy látom. Hát, hogyha tényleg akarok hozni. Megvan a bizalom, mert átjött magától. Hát azt hiszi, hogy itt szakad a part. Ja, hát... Meg át a lába belakadt néha. A körme jobban mondva nem a lába van. Hát a láb az vastagabb, tehát a körme az vékonyabb. Mennyire szív? És ha van ilyen vastar. Ott a nagy üzőfasz a családi ház. Hát most figyelj, ezt mondja az, aki természet szerető. Nem mindenki. Nem tudom, itt hagyni. Hát ez nem is kő. 20 kilométer a munkahelyemtől. Az nem sok, én is 20 kilométerre járok, mondom. Be tudnék lenni, mindegy Augsburgba is lakni, de nem akarok, nem akarok. Mert ez itt egyszerűen csodálatos. Itt vagy természet közelben. De szép a nap, hogy lemegy. Aha, fel is veszem el, mert olyan frankó. Frankó. Most már nem olyan erős a fénye, és meg friss zöld színek vannak képe. Tök jó. Vigyázz, Ricsi, mert itt már sár van. Hát jó, már vizes. Pataknézőben vagyunk most. Csak egy cigára legyen, mert agyon nem egyetik.
a pici, az agresszív, mint a nagy. Értem. Amennyire kisebb a kutya, annál agresszívabb tud lenni. Hát, hát, van egy ilyen ördög kutyák. Ja, ezért kell venni nekem több. Nem kell nézni. Ez víz. Víz, hát ilyen vizet kell. Hát. Én imádom ezt. És nézzetek a templomot? Ez mondjuk már vagy na jó, fél éve sajnos így be van barikádozva. Nem tudom. Barikádozva. Hát igen, de nem tudom, hogy miért, de különben kurva szép a templom is. Mondjuk pisil. Nem vagyok vallásos annyira. Megvan a pisilés. Húha, nem vagyok valásom, igen. Jó, de azért a bajorok szépen tudnak építkezni. Jó, hát ezek már nem mostani házak. 70-es, 80-as évek? Na, tetszik a hely? Szép, persze. Hát mindig szép, ahol víz folyik. Ezt mi is szeretjük. Jó, mondom, eljövünk, mint többször kusítálunk egyet. Ja. Ez itt. De elég jó kis széles patak. Növények. Figyeld a izében, milyen jól látszik a növények. De jó. Mert így szabad szemmel nem látod ennyire a így nem, de most a színkülönbséget. Nagyon, hogy kivágítsa. Ja. Nem tudok, hol az ám a nagy mező jön, hallod, Ricsi, ezt nézd. Ó, de gyönyörű. De király, de mi? Itt mennyi grill elférne. Itt nyírják a füvet, vagy az alapból ilyen? Nem, nyírják. Ha, durva. De ilyen egy kikavonta. Ilyenkor, az kemény. Júniusban. Figyeld, milyen frissződ. Az ám a videó. Ez? Figyeld, Eszti. Igen. Wow. Ez mit szép. A gyep, hallod? És? Mutatom, hogy mi van. De szép. Na, frissződ. Ezt hallod? A tévéképernyőn nagyon jól fog mutatni. Na, itt kirohangálhatják magukat a kutyák. Igen, ez effektíven arra készült. Itt is lehet menni a patakban, és be szoktam menni, onnagy. Ó, ne vicc, azt mondja. Nem, itt beszoktam a patakba, ott érdig ír a víz. Még hát itt lehet pancsolni, ja. Hát nem most, de manyám. Ne, gyere. Kutyafürdés lesz. Dok! Gyere, hopp! Gyere, megyünk! Gyere! Menjél tönte! Rok! Rok! Egyszer oda pisilt egy másik kutya, és most azt szagulják. De ott is van még egy kis kutyapisi. Ez még érdekes, hogyha másik kutya oda pisil, akkor az nekik szagulnik ő. De minden mást is szagulnak. Bement a fekete is. De fekete, mert mi a fekete neve? Molly. A patakban van. Ő már hallom, már csobog valami össze-vissza. Te is bemész, vagy mi? Persze, azt mondja. Annyira jó. Ott te vagy ám a kutyagazdi. Csak egy megcsúszál. Jaj, ja, aztán azt akkor fürödsz is mindjárt. Jaj! Ebbe megy a... Na hát te se vagy fázós. Kicsit se. Ja, ne essé. Ez isteni. Ez kész. Jaj! Mondta meg, hogy el fogtak lóri, basszus. Ne essé. Jaj, vigyázz már, vannak nagy kövek. Ne essé, mert akkor aztán lesz videó. Jaj, az el kell nevezni a körzetet magyar fürednek. Blöki? Molly az annál is. Ott van, mindjárt összevizel a kutya. Blöki, a tökit, Blöki. Ó, ott van ott. Hát, basszus. Néha kusztustalan szavakat mondok, tehát tanulom még a magyar nyelvet. Azt tanulom. A magyar nyelvkőszer nincs. Jövök. Action, ja. Jövök. Ez itt tisztárolja, mint valami arborétumba. Ja. Hát nem vagyok döbbenve. Tök faszán meg. Komolyan mondom, megérte, hogy eljöttünk. Itt. Nem tudtam, hogy ilyen szép hely ez. Látod, hogy... Meddig jöjjek idáig? Itt van valami... Itt? Hol vagy? Úr kutya, ne rám! Várjál, csupa vizek a kutyák. Nagyon sajnálom, hogy nem szedtem, de most már túl... Mit találtál, bokra? És beterít!
Á, kutya, csak rám rázta a bundáját. Az mi az? Várjál, ránagyítok. Mik ezek? Gomba. Igen, de milyen gomba? Hát ne, az a kenyér gomba, vagy mi? Hát tüdő gomba, mohácsiasan tüdő gomba, amúgy füszfa gomba. Füszfa gomba? Megtalálni őket, de csak ők. Az durva. Nehogy felrobbanjon. Mi is leszoktad szedni, azt megeszitek? Még frissen leszettem, most már nem lehet, mert ja. Túl... Durva. Íj, ez meg benn van már. Nyakig. Figyeld, lassan úszik a kutyád. Ez nem semmi. Ezt meg ott táncol. Júj, de vizes lett a gatyám már. Te szartál? Nem, hát a kutya összerásztott a bundájával. Ja. Losz. Várja, mert megint jön ki a kutya, és megint beterít. De figyeld, benn van egész anyja. Mondom, mindjárt úszik. Szupi. Te videózó? Na, most legalább látszok. Egy kicsit tartsd arra. Újra tartja. Ja, várj, a zoomot kézélem. Nem tudtam, hogy te videózó. Sziasztok! Ha, szia! Na, most kettő videós összetalálkozott. Na, várjál, majd a hendig összecsókolkoznak. Mindig csak ez a YouTube. A hendidnek a hátlapjában láttam magamat, mert ezüstös. Ja, igen, már új tokat tettem rá, mert a régi tokat szétment. Aztán most egy ilyen átlátszós tok van rajta. Meg mindig ilyen volt a segge, csak eddig nem látszott, mert fekete tok volt rajta. És ja, hát most... Bizony. Na gyere, Ricsike! Jön a csapat a vízből kifele. Mindjárt a kutya is. Mindjárt beterít mindenkit. Jee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 
mennem kell. Nekem emlék mennem kell. Jó kis helyen. Egyszerűen gondol van. Hát ez egy állatparadicsom, amit itt össze-vissza rohangálnak a blökik. Igen. Friss levegő. És hogyha nagyon akarunk, akkor még tovább is mehetünk, mert... Jó, hát gondolom. Ja. Ja. De ez a legszebb része, ez meg az első része. Csodálatos fotót. Olyan szép ez a naplemente, ez a felhőket befesti. Én is kérek majd képet. Ez a Ricsinél van. Úgy csináltam. Nálam a videó lesz. Elég hosszú videót csinált. Hát 20 percnél tartok, 20 és fél. Hát a gyárlát küldjelben az nagyon nagy videó. Nem, az YouTube-on lesz. Ja. Onnan le lehet tölteni. Ja, akkor a linket átküldöd. Hát vagy nem, hát le tudod tölteni. Elküldjük. Jó. Eltűntek a kutyák a gazba. Megy mosásba. Ez most várja, el van törve a cigarettája. Várja, innen ebbe a szögből. Ez hogy néz ki? Cseppeli gyár kémény. Balhír van Budapesten, nem bírnak dolgozni, nem füstölök be van rúgva a cigarettán? Ez részegcigit van. Ez nem tudom, hogy neveled a cigarettájait, hogy így beisszák magukat. Hát én is dohányzok, tehát az én cigarettájaim nem részegek. Jó, hát száraz dohányzó vagyok persze, de hát... Száraz dohányzó. Gyertek, kutyákok! Na, ezek most megkeresik a legtökéletesebb kullancsot maguknak. Ja. Legtökéletesebb kullancsot. Frankok is családi házak vannak errefelé. 600 000 eurót, ennyi.
Minimum. 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 Néztünk itt. És ráadásul ilyen már öreg szarház. Ezek bazi nagyok. Ez jó, de öreg szarház. Hát, hát én, mert szinte a telket fizetett ki. Gyere már! Nem pedig magát a házat. Ja. Na most dörgölődzik. Ó, most nagyon szeretem. Most dörgölődzik, mert jó érzi magát a vizes szőrébe. Na gyere! Rob, gyere már! Gyere már, te! Vite! Gyere, gyere, na, gyere! Na, szia! Hú! Gyere! Na, megjött a kutyákunk! Mondjátok azt, hogy ez itt nem szív. Nem mondom, mert szép. De nagyon, nagyon szép hangulat van most. 500 méter, érted? A patak. Nekem mindig víz mellett kellett valahogy felállnom, de soha nem voltam, mert én pici voltam. Tényleg, és mi a véleményed akkor a Balatonról? Oda nem, nem akarsz oda, nem? Hány inger? Tényleg, mert... Most volt ott a kisebbik lányom. De mi? Azt tudnék a kisebbik lányomról, hogy utálja a falakat. Aha. Se enni is, se egyáltalán nem bírja. És most lementek a mostani párjával, mert a szülei ilyen Balatonfüggő. Ekte németek különben, de na, ilyen Balatonfüggő. Sok német van, ja, Balatonnál. Na mindegy, Balatonfüggő. És valóban benn voltam már a vízben, azt mondja, anya, ne nézd már hülyének, én azt mondja, soha nem mérjük bele a Balatonba. Te is tudod nagyon jól. Azt mondja, én utálom, hogy alattam nem látok semmit. Ja, hát igen. De ez mondjuk nem mindenhol van, úgy most mást, ahol persze... A, jó, de ez volt a fürdők fölverik a homokot, ott nem látsz, holott, de... Azt tudni kell, hogy annak idején még nem volt annyira hideg sok pénzük, hogy tengerre tudjunk menni, ja. És Balaton nyaraltunk, és a húgi, akkor két-három éves volt, már mint a kisebb lányom, és akkor sem volt hajlandó bevenni a Balatonba. Hm. Érdekes. Ne, na jó, privát szféra, azt nem vesszük föl. Igen, légy szíves, ez ne. Megkülönöm, ez a kutyának. Cucimuszi, és föl kéne szennem, de nincs gondi. Jaj, nem, hát most. Hajnak rám, nyúlik, szép fa. Szerintem is. Jó, szerint ez pedig újra a pocskolás. Ja. Egyre nem akarod beköltetni az autóidat. Hát igazad van. Egyre nem. Inkább 20 km-t, vagy csak 40-et oda vissza autóidat. Én nekem nem fáradtság egyébként 20 km-t utaznom naponta oda, meg vissza. Én nagyon szeretek, mert én is szeretek. A zeném az autóban. Benn van a zeném az autóban, és ja. Úgy kezdöm, hogy ez olyan... Start gomb. Igen, igen. Oh, jaj, munkára felkészülés, meg utána meg a munkából lelazulás. Csinálunk valami közös képet így? Ne, csinálunk egy közös képet, várjál, majd megfordítom. Várjál. Tudod ki ezt megfordítani, még nem. Na, legyen kutyás. Ja, itt van, várjál. Ende. Ez szép. De kutyával zárult az előző, és akkor... És akkor a kutyával kezdtek. Bonita! Diego, mandom már a Dona, de bocsánat, nem az. Nyomjátok, nyomjátok. Spanish, Spanish, right? Azért gyors megmutatom a jó halászlét. Elmaradhatatlan. A Vladislav Bonita, a lengyel. A Vladislav. Konyhai tánc.
Jó nyomjátok! Ennyi az idő. És ezek még mindig táncolnak. Nem ám aludni mennének, vagy mi? Á, minek az? Alvás az, alvás, csak alvás. Ó, ez jó volt. Köszönjük ezt a jó. Köszönjük! Maradonás számot. Nincs mit. Berakhatjátok a következő tánczenéteket. De a kutya. A kutya még koronázni. Vár a labdájáról. Nagyon koronáznyakat. Mit akarsz? Én nekem ne hozz kutyám el, nekem most már. Elég volt a... 20 Fingers featuring Rula. What? És majd a 20 Fingers featuring Rola. Én őt nagyon szeretem. Az a Like It. Tudsz operált éneket. Like It, Like It. Az ismerős, hogy Like It, de nem tudom melyik most. Én nem tudom. Úgy hívják, hogy 55. Ez a fünfte element, az abból a filmből az izé. Ötödik elem, nekem még az első elem van. Element! Ja, bocs. Fünfte element filmből, amikor a bűnén, a színpadon táncol az a alien, nem emlékszel a két? Ja, tényleg. Igen. Na ez is jó. Ja, ez Verbunk, francba. Én meg azt hittem, hogy valami. Én is itt vagyok. Las Palmas. 7 years has gone into the grave. 7 years have run into the sea. It's one day and it's the Friday. Oh, it's a gay on your mind. We're dancing on the river. Úgy látom a magyarok mindenhol képesek bulizni, még egy konyhába is. Teljesen más zenére, az már inkább ilyen tropikus zene. Az mindegy zene. Mert a Balatonnak is forró. Szórakozni lehessen. Egy kutya. Kettő kutya. Két kutya nyalakszik. Nyomjad! Nyomom! I can't stand your feeling anymore! That is not fun love! It's my day and it's so distant waters. And you know it's something for me. Oh, my days, for day by day we lay. Oh, it's hard, at least it's paradise. Like a river running to
vagyok a tükörben, most látom. Legalább a kamerázót is látják. Hi! Jaj, ja, saját magamat látom most a tükörben. Tök jó. Mondjatok egy húzerét, amit ti szerettek hallgatni. Often wet so we can kick it. Boom, ba da 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 baby working. Nem hajunk, nem hajunk, nem hajunk,